A fehérvári pályaudvar kicsinyített mássával, a valaha épített legkisebb működő markolóval, de a Legóból készült sóstói stadionnal is találkozhatnak az érdeklődők a hétvégén, a most megnyílt karácsonyi vasútmodell kiállításon. Magyar mozdonyokkal, kerti vasúttal, valamint csaknem egy tucat terepasztallal várják a szervezők a vasútrajongóit. A kiállított modellek között olyan kuriózumokra is lelhetnek az érdeklődők, mint például ezek a peronon sétáló, bicikliző, alig 1 cm-es vasúti utasok. Az egyik ilyennek hangsúlyoznám ki Iván István barátunk székesfehérvári ennes modulját, amin annyi tudás, annyi türelem, munka összpontosul, hogy az talán pénzben értelmetlen lenne kifejezni, miközben a tudás abban az országban valószínűleg kevesen tudnának vele versenyre kelni. Főként a gyerekek látogatják a különleges tárlatot, de persze a gyűjtők is szép számmal felelhetők az érdeklődők közt. A kicsi kedvence az a Lego város, melyben a sóstói stadion kicsinyített mása is helyet kapott. Nekem a Lego City volt ott, igen, a kedvencem. Neked is? Aha, is. A kiállítás egész hétvégén látogatható, délelőtt 10-től este 6-ig, a szervezők pedig vásárlásra is adnak lehetőséget, ha esetleg valaki otthonra is szeretne magának vasúti terepasztalt.